Költségvetés, hulladékgazdálkodás, járat, serifek, döntések és bejelentések. A lilafüredi sziklában jártunk, a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz került. Közösségi tér lesz, kulturális, tudományos és közéleti programoknak ad helyet. Jó estét kívánok! Kezdődik a Miskolc, ma a Miskolc Televízió híradója 2024. november 21-én csütörtökön 18 órakor. Jönnek a részletek. Első rendes közgyűlését tartotta csütörtökön az október elején megalakult Miskolci Önkormányzati Testület. A grémium határozott többek között a 2024-es költségvetés harmadik negyedéves korrekciójáról, a talajterhelési díjakról és a regionális hulladékgazdálkodás helyzetéről. Elhangzott az is, hogy a búzatíri őstermelői piac már nem a város tulajdona, azt a Miskolci Piac ZRT működteti. A közgyűlésen Tóth Szántai József polgármester bejelentette, péntektől járatserifek lesznek a tömegközlekedési eszközökön, akik vigyáznak majd az utasok biztonságára, a buszok és villamosok rendjére és tisztaságára. A csütörtöki közgyűlés első napi rendi pontjaként az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását vitatták meg. A javaslatot Szilágyi Kornél gazdálkodási főosztályvezető ismertette. Az előterjesztés négy részből tevődik össze, magáról a költségvetési rendelettervezetről, illetve tartalmaz három határozati javaslatot is. Röviden, ha megengedik, a határozati javaslatokkal kezdeném. Az első határozati javaslat az önkormányzat bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával, valamint 5 milliárd forint keretösszegű naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret biztosítására vonatkozó beszerzési eljáráshoz kérjük a tisztelt közgyűlés felhatalmazását. A napirendi ponthoz Szopkó Tibor önkormányzati képviselő szólt hozzá elsőként. Az egyik az az, hogy az egyik határozat, ami a folyószámla vezetéséről és folyószámla hitelkeret biztosításáról szól, az továbbra is 5 milliárd forintnyi folyószámla hitelkeret összeget tartalmaz. Ez számomra azt jelenti, hogy nem látszanak azok a várva várt kormányzati források a jövő évi prognózisokban, amikre egyébként számított ez a város. Az elmondottakra a polgármester is reagált. Ez az önök költségvetése. Ezek a korrekciók az önök költségvetéséhez szóló javaslatok, és azok a kitűnő szakemberek készítették el, akikkel önök is együtt dolgoztak az elmúlt 5 évben. Az elhangzottakhoz Molnár Péter, a KDNP frakció vezetője is hozzászólt. Itt most egy olyan költségvetési korrekció tárgyal a grémium, amit tavaly esztendő végén már nyilván elkezdett tervezni az előző városvezetés. Az előző városvezetés terjesztette be és fogadta el, és már történt meg ennek a korrekciója az esztendő folyamán, még október előtt. A közgyűlésen a TEF hőszolgáltatásról, annak díjáról, a díjfizetési feltételekről szóló rendeletet is megvitatták, ami főként a TEF fűtött épületek mérésével kapcsolatos előírásokban változik majd EU-s irányelvek alapján. Új távfűtött épületek esetében kötelező az épületrészenkénti hőmennyiségmérés, meglévő távfűtött épületek esetében pedig energiahatékonysági, illetve energiaköltség takarékossági vizsgálatot kell végezni kötelező jelleggel, és ezt követően, amennyiben ez pozitív, úgy 2027. január 1-ig ezen épületrészekben is meg kell valósítani vagy a hőmennyiségmérést, vagy a költségosztást. A közgyűlésen elhangzott az is, hogy aki ezt nem teszi meg, magasabb fűtési díjat fog fizetni. A napirendi ponthoz többen is hozzászóltak. Magyarország, mint tagállam, ugye úgy lépett, és itt is elhangzott, hogy 24. január 1-jel csinált egy új törvényt, módosította a távhőszolgáltatásról szóló törvényt, és a kormány úgy, ahogy ugye számos esetben szokta, elegánsan hátralépett, és azt mondta, hogy tessék, önkormányzatok, oldjátok meg. A kijelentésre Bajusz Gábor, a Fidesz frakció vezetője reagált. Erre a szabályzásra azért van szükség, mert Brüsszelben döntöttek, és mi nem tudunk ezzel mit csinálni. Ez ránk is vonatkozik. De szeretném felhívni a figyelmét, ugyanis aggódik itt a költségek miatt jogosan, hogy Magyarország kormánya bevezette a rezsicsökkentést. Gondolom ön is tudja, hogy 181.101 forint
havonta egy átlagos magyar családnak a megtakarítása a rezsicsökkentés miatt. Miskolc polgármestere megjegyezte, a városnak nem célja a miskolciak megsarcolása. A közgyűlésen az őstermelői piac működtetésére, a búzatéri aluljáróval és annak tervezett liftjéről is hoztak technikai jellegű döntéseket. Az zárt ülést követően Tocentai József közérdekű bejelentést tett. Holnaptól Miskolcon járatserifek teljesítenek majd szolgálatot a közösségi közlekedési eszközökön. Én bízom abban, hogy egyrészt növelhetjük ezzel a miskolciak biztonságérzetét, mind a buszokon, mind a villamosokon, a járművek tisztaságát és azokat a személyeket, akik nem megfelelő módon veszik igénybe ezeket az eszközöket, megfelelő határozottsággal rendre is tudjuk majd utasítani. Végül szavazott a grémium, és az összes napi rendi pontot elfogadták. Bejárták a sajtó képviselői a Lillafüredi Szikla turista szállót csütörtökön. Az épület vagyonkezelését az elmúlt napokban vette át a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A Szikla turista szálló korábban katonai komplexumként üzemelt, de a 90-es években diszkó is működött itt. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága a tervek szerint szeretné bemutatni többek között a hely geológiai értékét és megismertetni az egykori katonai történeteket. Azt gondolom, hogy ez az ingatlan legértékesebb helyisége, hiszen ebből az ablakból közvetlenül a palotaszállóra látunk rá. Kilátás a palotaszállóra, poros ágy és üresen álló szekrények. Így néz ki belülről az egykor szebb napokat látott, de ma már elhagyatott Szikla turista szálló. Az egykori lillafüredi katonai komplexumba betekintést nyerhettek a sajtó képviselői csütörtökön. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság az elmúlt napokban vette át az épületet vagyonkezelésbe. Azért ragaszkodtunk ehhez az objektumhoz, mert ez sok-sok védettséggel megáldott hely. Egyrészt a Bükki Nemzeti Park része, másrészt a Natura 2000 élőhely és fajvédelmi területnek a része, továbbá a Miskolc város ivóvízbázis védelmének egyik kiemelt helyszíne. Ezeken túl most nyertük el idén az UNESCO Globális Geopark címet, és természetesen ez a terület is beletartozik. Pénztár. Ez a felirat olvasható a Szikla turista szálló barlangának egyik falán. A komplexum járataiban egykor diszkó is üzemelt. Ennek még ma is látszódnak a nyomai. Különböző táncparket nevittek, azért ilyen színkódok a jelzett. A járatokban Bíró Tibor, a Szeleta Park látogatóközpont vezetője vezette körbe a sajtóképviselőit. A bejáráson elhangzott, hogy az épületben építészeti beavatkozásokat nem terveznek, felújítást azonban igen. Ezután nyílhat meg újra a látogatók előtt. Ha a szakemberekkel, szakértőkkel ezt át tudjuk beszélni, tervezővel körbe tudjuk járni, hogy biztosítsák azokat a feltételeiket, amelyekben látogatót tudunk fogadni, akkor szeretnénk bemutatni a katonatörténeti emlékeket, és szeretnénk bemutatni azt a geológiai értéket, amivel többek között ezt az UNESCO Globális Geopark címet is kiérdemeltük. Rónai Kálmenni, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának igazgatója hozzátette, hogy az elsődleges tervek a Szikla turista szálló melletti parkoló rendezése és komfortpont kialakítása. A hatósági engedélyek után elsősorban különleges túrákat szeretnének szervezni a Lillafüredre látogatóknak. Vállalati fenntarthatóságról tartott konferenciát a Miskolci Egyetem. Az eseményre cégvezetőket, ügyvezetőket, vállalati szakterületvezetőket vártak, ahol nem csak az aktuális kihívásokat és szabályokat vitatták meg, hanem gyakorlati példákat és megoldásokat is bemutattak. A környezeti fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság és a társadalmi felelősségvállalás, valamint az esélyegyenlőség összefüggéseinek témakörében. Cégvezetőkkel, vállalati szakemberekkel telt meg szerdán a Miskolci Egyetem díszaulája. ESG, azaz környezeti, társadalmi és irányítási irányelvek, a mögötte rejlő tartalomról és a benne rejlő gazdasági, társadalmi lehetőségekről tartottak tudományos konferenciát. 75 év Miskolcon mögött ült, és abban a reményben dolgozunk, hogy a következő 75 év fenntartható fejlődési pályán tartsa ne csak az egyetemünket, hiszen ez önmagában szép, de öncélú vállalás lenne, hanem a szűkebb környezetünket, Miskolc városát, Borsodabó-Zemplén vármegyét, az észak-kelet-magyarországi régiót és azt a tudományt, amihez mi a magunk erejével hozzá tudunk tenni.
Január 1-ével Magyarországon is életbe lép az ESG törvény, amely kötelezi a cégeket ezen elvek betartására. A BOKIK elnöke erről az átállásról beszélt köszöntőjében. A változások azok mindig nehézségekkel is járnak, bár a fenntarthatóság, a környezetvédelem nyilván mindenki számára jött evidencia, hogy nincs is más út, nincs is más választás, de erre készülni kell, és ismételten ezért örülök annak, hogy ez a konferencia itt részre jött. Tucentai József Miskolc polgármestere köszöntőjében a fenntartható működés fontosságát emelte ki. Az ESG-vel kapcsolatos szabályok mára nem csak a felelős vállalati működés alapvetéseivé váltak, hanem egyre inkább meghatározzák a gazdasági szereplők és a közösségeink sikeres együttműködését is. Szeretném azt is hozzátenni, hogy Miskolc is ezen az úton szeretne, és remélem, hogy fog is a jövőben járni. A konferencia résztvevői számos hasznos előadást, valamint kerekasztal beszélgetést hallhattak a témában, valamint részt vehettek egy workshopon is. Béketeremtő intézet nyílt szerdán Miskolcon. A Széchenyi István utca 90 szám alatt található társasház első emeleti lakása kulturális, tudományos és közéleti programoknak ad majd otthont, valamint a messiás hívő zsidó közösség közösségi tereként is szolgál majd. A Nemzetközi Béketeremtők Intézete 2021 óta működik, Miskolcon 27 tagja van. A 2010-ben alakult Recita Trió hangversenyével nyitották meg Miskolcon a Nemzetközi Béketeremtők Intézetét. Az új 145 négyzetméteres helyszín kulturális, tudományos és közéleti programoknak ad majd otthont. Az ünnepélyes megnyitón a város kulturális és sportosztály vezetője mondott köszöntőt. Kívánom, hogy a falak teljenek meg örömmel a zene, a beszélgetés és a találkozások által. És kívánom, hogy legyenek értő, érző fülek. Az épület Miskolc közepén jelölje ki az önök szellemi, kulturális és tudományos helyét is városunk szívében. A Nemzetközi Béketeremtők Ligája 2021 óta működik. Miskolcon csak nem 30 tagot számlálnak. Szerettünk volna itt Miskolc belvárosában egy ilyen helyet találni. Ugye korábban Liechtenstein Galéria néven a Hunyadi János utca 4 szám alatt működtünk, de mivel itt kibővült a tevékenységi kör, ezért így meg tudtuk nyitni a Béketeremtők Intézetét, és akkor itt tudjuk ezt a sokszínű programkínálatot a Miskolc városiaknak biztosítani. Az intézet legközelebbi programja november 25-én lesz, amikor a tiszteletbeli albán konzult látják vendégül. Pénteken érkezik az előrejelzések alapján a 2024-2025-ös téli szezon első havazása, írja közleményében a Magyar Közút. A társaság november 10-én már téli munkarendre állt át, így csütörtök estétől 12 órás váltott műszakban fogja végezni a megelőző sószórási, majd pénteken a hóeltakarítási munkákat az állami kezelésű utakon. Ahogy megérkezik a havazás és a friss hó a burkolaton eléri a 3-5 cm-t, akkortól a sószórás mellett a hóekézési munkák is elindulnak. A folyamatos havazás miatt egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek majd, mindaddig, amíg a havazás tart és ameddig a hóekézés szükséges. A közútkezelő azt kéri a közlekedőktől, hogy csak téli gumival felszerelt autókkal induljanak el a havazásban érintett területeken, és vezessenek lassabban, óvatosabban. Tiszaújváros újabb sportfejlesztéssel gazdagodott, a múlt héten adták át a felújított új rekordtámborítású futballpályát az ifjúsági parkban. A 30 millió forintos beruházást a MOL és a Tiszaújváros jövőjéért alapítvány is támogatta. A modern pálya hozzájárul a város sportéletének és közösségi összetartozásának erősítéséhez is. A csapadékvízelvezetést megoldották, a burkolatot lerakták, elkészült a felfestés, és a kapukra labdafogóhálókat is felhelyezték. A múlt hét csütörtökön már diákok fociztak az új rekordtán burkolatú, csak nem 600 négyzetméteres futballpályán Tiszaújvárosban. A korábbi focipálya teljes felújításáról még májusi ülésén döntött a képviselőtestület. Itt az ifjúsági parkban az elmúlt években közösen a MOL-lal több fejlesztés is megvalósult, és úgy gondolom, hogy erre a focipályára is ráfért már a felújítás.
A sporthelyszín nem csak a helyi sportolóknak, hanem a város minden mozgást kedvelő fiataljának ad lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A futballpálya rekonstrukcióját a Tiszaújváros jövőjéért alapítvány és a MOL is támogatta. Mi is a várossal közösen rengeteget investálunk abba, hogy ne csak a város gazdasági élete és helyzete javuljon, hanem a kulturális és sport lehetőségek is gyarapodjanak. És azt gondolom, hogy ennek a közös együttműködésnek, ami most már évtizedek óta zajlik, ez itt a legjobb manifestációja, ez a focipálya, ez az ifjúsági park. A pályát megtekintette Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezetője is, aki elmondta, hogy a társaság számára mindig fontos volt a magyar sport és a kulturális értékek támogatása. Az utóbbi 5 évben már több mint 200 millió forinttal segítették a tiszaújvárosi sportéletet. Olaszországban folytatja szereplését a kosárlabda Euroligában a DVTK Hunterm. A csütörtöki mérkőzés után a hétvégén nem játszik bajnokit a miskolci együttes, így több felkészülési idő marad az Euroliga csoportkör záró mérkőzésére, ahol a spanyol Avenida lesz majd a házigazda. A csoportkör első szakaszának még hátralévő találkozóin a DVTK számára a tét az Euroligában maradás kiharcolása lesz. Az első számú nemzetközi kupasorozatban maradás biztosítása lesz a feladata a miskolci kedvenceknek, a cél legegyszerűbb elérése pedig az lenne, ha mindkét mérkőzését megnyerni Völgyi Péter vezetőedző csapata. Csütörtöki híradónk után 20 órakor kezdődik majd Olaszországban az első erőpróba annak a Skionnak az otthonában, akiket a pirosfehérek a DVTK arénában 7 ponttal legyőztek. Ehhez gyorsan hozzá kell tenni azt is, hogy változott azóta az olaszok keret erőssége, ugyanis a miskolci mérkőzéshez képest már az Skiót erősíti 2 női NBA döntőben érdekelt játékos, egyikőjük a magyar válogatott Juhász Dorka. Eltérőek az előzmények is, hiszen a válogatott szünet után a Skió bajnoki rangadón szenvedett 1 pontos vereséget a velenceiektől, míg a Diósgyőr hozta a kötelező bajnoki találkozóját és papírforma sikert könyvelhettek el a Vasas legyőzésével. Így pedig 8 bajnoki után is hibátlanok a bajnokságban Kányási Veronikáék. Egy hét múlva, november 27-én pedig majd Spanyolországba utaznak a pirosfehérek, az Avenida vendége lesz majd a csapat. A két együttes találkozott már a csoportkörben a DVTK arénában, ahol 4 pontos spanyol siker született. 2 mérkőzés van még hátra tehát a női Euroliga első szakaszából, 2 idegenbeli, kiemelt jelentőségű találkozó vár a DVTK-ra. A legegyszerűbb forgatókönyv az lenne a pirosfehéreknek, ha mindkét idegenbeli fellépésükön győzelem születne. De amennyiben csak az egyiket sikerül ebből begyűjteni, akkor is marad még esély a folytatásban is az Euroliga szereplés megtartására, de akkor már más mérkőzések eredményének is kedvezően kell majd alakulnia. Pénteken havazásra számíthatunk, akár vastagabb hóréteg is kialakulhat, részletek hamarosan az időjárás jelentésben. A híradó után kezdődik a sportpercek, riportjainkat visszanézhetik a minap.hu-n. Friss hírekkel legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!